az egész zenekarra jellemző az, hogy elég nyitottak vagyunk, tehát hogy nagyon sok felé kacsingatunk ki, mind zeneileg, mind nem tudom, bármilyen művészeti területet, vagy csak magát az embert nézve. És az, ahonnan elindultunk, hát ugye kisgyerekek voltunk, felnőttünk, dolgok történtek velünk, és ezt így visszük magunkkal, ezt a sok tapasztalatot, ami éppen van, és megpróbáljuk így belegyúrni ebbe a zenébe. A zenekar alapvetően, és azt gondolom, hogy azért a legtöbb metal zenekarra igaz, különösen azokra a metal zenekarokra, amik igazán alulról építkeznek, és megismerednek ebben az underground kultúrkörben, egy DIY hozzáállás jellemzi. Természetesen mindent magunk igyekszünk csinálni, sőt, igazából szerintem talán a klippeket leszámítva ez abszolút megismeradt. Mind a hangzást, a dalszerzést, a szövegírást, a koncertszervezést, a vizuális arculatot, a menedzsmentnek minden ügyes, bajos dolgát próbáljuk így házon belül elvégezni, és nyilván adott esetben, hogyha rászorulunk egy vendégénekes, egy kliprendező, és biztos lehetne még más példát is mondani, de meghívunk barátainkat, vagy olyanokat, akiknek szimpatikus a munkája, és akkor így jönnek létre ezek a koprodukciók, de alapvetően mindent magunk kezébe tartunk, és talán ez bízom benne, meg szerintem ez így is van rendjén, meg így helyes. Nagyon rég alapítottuk az Orient Folt, ezt el kell mondani, tényleg abszolút gyerekek voltunk, nagyon is. És nyilván ki ne világmegváltó tervekkel indulna el, hát ez egyértelmű. De nyilván az idő, meg az élet átalakítja ezeket a lehetőségeket, ezeket az ambíciókat. És azt gondolom, hogy ahhoz képest szerintem egy tök jó helyen vagyunk. Én azt gondolom, legalábbis merem remélni, hogy itthon egy elismert, tényleg underground metal zenekar vagyunk, akik igyekszenek a hazai palettán megtalálni azt a helyet, ami bízom benne, talán fogalmazódik, hogy megérdemelt. És még nincs vége az útnak, még van hátra, de azt gondolom, hogy a nagy lemezzel, illetve az első LP-nkkel és a most éppen alakuló kvázi ilyen dupla LP kiadványunkkal én bízom benne, hogy beváltjuk a gyerekkori álmot.